Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csintalan Sándor, szia, szép jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, elnézést, hogy előbb az előző beszélgetés előtt nem jelentkeztem be, de gyorsan elmondom a kötelező programot. 5782 Elul havának 5. napján vagyunk. A polgári időszámítás szerint 2022. szeptember 1-e és csütörtök van. Hamarosan ránk köszönt a Shabbos, a szombat. Az előző beszélgetésnél nagy szükség lenne, hogy a Mesiás is megjön, akkor talán az emberek könnyebben lennék büszkék arra, amik. De majd megnézzük, hogy sikerül ez a népszámlálás. 150 évvel ezelőtt született Brühl Adél, Diósi Ödönné Léda, Ady Endre múzsája. A nap folyamán rá is emlékezni fogunk. És akkor most, mielőtt a beszélgetést megkezdjük Csintalannal, nézzük meg az euró középárfolyamon, hogy a Magyar Nemzeti Bank közlése szerint 400.82, még az amerikai dollár 3.99.75, és az angol font 463.25. A várható időjárás 16 és 25 Celsius fok között várható. Ezekben a percekben, hála az örökkévalónak, egy kicsit zuhog az eső, erről is beszélgetünk vendégemmel. A nap folyamán vigyenek magukkal esernyőt, olyan cipőt, ami nem csúszik, és ha lehet, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, és akkor már is Csintalan Sándorra. Mit éreztél reggel, amikor kinyitottad a szemed, és érezted az eső illatát, ha érezted az eső illatát? Az a helyzet, hogy éppen meséltem, hogy annyira nem szokott mifelénk esni az eső, akkor se, ha egyébként esik, nem hittem el. Csak akkor hittem, sőt kinéztem egyszer, mert hallottam a zajt, és annyira nem hittem, hogy nem láttam. És akkor fogtam fel, hogy tényleg esett az eső, amikor bejöttek a kutyáim, és mindegyik tiszta víz volt. Mondom, mit csináltad ott ti gyerekeim? Kimentem, hogy szakadt az eső. Az hát nagyon szóval klassz. Ma ilyen médiás napod van, korahajnalban elindulsz, és késő délután élsz haza. Mire hazaérsz, addig le vajon kizöldül egy kicsit, vagy ez még nem elegendő ehhez? Hát figyelj, szerintem reggelre fog látszani. Igazából a múltkori nagy eső után is kellett egy nap. És szerintem olyan furcsa érzés lesz, hogy mint lett már akkor, most aztán még inkább így lesz, mintha tavasz lenne. Gyönyörű. Egy időutazáson fogunk most részt venni. Először még nem beszélünk a Horthy szoborról, hanem valami egész másról, ami a te életedet azért befolyásolta. Na. Tegnap megjelent a nemzetközi hírügynökségeknél mindennél, hogy Szovjetunió utolsó elnöke elhunyt. Mit jelentett neked? Én tudom, hogy mit jelentett nekem, és ez iszonyú udvariatlanság azzal kezdeni, hogy mit jelentett nekem. Életemben először jártam Moszkvába, és úgy jelentkeztem be a Szabad Európa Rádiónál, úgy kezdtem az adást, hogy nyikorog a peresztrojka. Itt a moszkvai stadionban lehet, hogy még nem tudják, hogy a Kreml Izrael létezését elfogadta. Hamarosan következik, és megpróbálom majd összefoglalni a fotballmeccset. Izraeli zászlók még nincsenek a pálya szélén kitűzve, lehet, hogy a Kremlből még nem telefonáltak. Brajer Pétert hallották Moszkvából. Yeah. Ez volt az első moszkvai látogatás, az első moszkvai tudósító. És tényleg kicsit nyikorgott ez a peresztrojka, és éjszaka végignéztem az első találkozását az amerikai elnökkel. Milyen volt ez innét megélni a helyszínről Magyarországról? Az a helyzet, hogy... Hol voltál te akkor? Itthon, fogalmam sincs. Az a helyzet, hogy azt kérdezte... Az életedben hol voltál? Az életedben, a melyik szakaszában? MSZP. Bizony politikus voltam. És mindig politizáló ember. Politikus vagy honatja? Nem voltam még honatja. Hát honatja, hogy 94-ben lettem. A kolléganőddel beszélgettünk, kérdezte tőlem, valahogy szóba jött, hogy és akkor most hány éves szeretnék lenni. És mondtam, hogy a 30 körül.
mert olyan dolgok történtek, amelyeket én érzékeltem, tudtam róluk, de nem fogtam fel a jelentőségét. Meg lehet magyarázni, meg vagyok rendülve. Meg lehet magyarázni, hogy miért nem fogtam föl. De most, 30 évvel mindezek után, komolyan mondom, két ember, akit én nem kedveltem, valahogy nem régen volt a másik, meg a Gorbi. Olyan, valahogy olyan... Nem jöttek be neked. Nekem nem jöttek be, kész, érted? Mulatságosnak is tartottam egy kicsit egyébként a Gorbacsovnak a dolgait az alkoholtilalommal, meg nem tudom mivel. Amerikai akart lenni. Ah, az meg, hogy a régen ott ez a színész, hát most mondják, hogy megérted. És a nukleáris fegyverek. Volt egy figyelmeztető jel ugyan, egy ember, egyetlen egy ember. Karrágy Györgynek hívták, aki számtalanszor elmondta, pusztába kiáltott szó volt. Én ismételgettem őt, mert valamit fölfogtam belőle, hogy nem lehetünk eléggé hálásak. Ő nem így fogalmazott ennek a két embernek, hanem hogy annak, hogy ezek fölrúgták a jaltai paktumot, és egy világtörténelmi méretű, hatalmi és gazdasági átrendeződés történt, és nem tört ki a harmadik világháború, és nem folyt vér, a balkáni történet más, nem folyt vér, ezt nagyon meg kéne becsülni, mondta a Konrád az embereknek. Hiszen először történik az meg, hogy a 10 parancsolatnak az a parancsa, hogy ne ölj, megvalósult, mert ilyen szintű és nagyságrendű átalakulás az emberiség történetében súlyos és szörnyű véráldozatok nélkül még nem történt meg. Most meg itt vagyunk, és az utóbbi évek eseményei alapján, amikor újból kezd elszabadulni a tébolyult nacionalizmus, fasizmus és Isten haragja, meg Trumpok és egyebek kezdenek idollá válni, régen, és most ebben az esetben különösképpen Gorbacsovnak hálásnak lenni. Hát, hogy is mondjam? Pedig ez a pillanat, amikor hálásnak kell lenni, hisz előtte, mielőtt Moszkvába mentem tudósítani, mint izraeli újságíró a Szabad Európát, előtte tüntetésen vettem részt az orosz követség előtt Tel Avivba, és Tisakréret, ami engeddel népemet táblákkal tüntettünk, és mit ad Isten Gorbacsov, elengedte a zsidóit. És megindult egy hatalmas orosz bevándorlás, ami minden szempontból jót tett akkor Izraelnek. Én akkor jártam egyébként sokat Izraelben, amikor az orosz bevándorlás volt, és találkoztam akkor nagyon komoly emberekkel. Nagyon sokan választották a szabadság földjét. És most nem akarok ennek az irányába elmenni, de hogy... Nem tudom, hogy elérzékenyültél. Hát, ez a korral jár, vagy azt mondtad, hogy a szabadság földjét úgy is gondolod ezek szerint? Brajan, ne idegesíts már föl, hát persze, hát én nekem... Figyelj ide! Mondok neked csak egyetlen egy dolgot. Engem ezek megrendítenek ebben a korban, nem abban a korban, hogy megöregettem, hanem ebben a korban, meg abban a korban. Jó, akkor menjünk tovább. Akkor is befejezem azt az egy mondatot. Abban a korban, amikor Izrael még mindig az életéért küzd, Izrael képes olyan költségvetést elfogadni, ahol az oktatási tárca több pénzt kap, mint a hadsereg. Na ez a jövő. Na de ennélkül nincsen jövő. Analfabétákkal nem lehet háborút nyerni. Nem csak háborút nem lehet nyerni, nem lehet megnyerni, azt az életet, amire ilyen tébolyult fasiszta, nacionalista, elmebeteg válaszokat adnak.
De ezek a nacionalista, fasisztoid emberek, ezek nem csak a te lelkedet, az enyémet, hanem tulajdonképpen a zéró toleranciát, amelyik kormányt is provokálják. Ó, persze, hát figyelj, de hát most én azért beszéltem általános érvénnyel, mert ez a jelenség nem csak itt van, ugye ennek a legszörnyűbb képviselője Donald Trump. Ha te lennél Orbán helyett, akkor most a miniszterelnök helyett, akkor most mit csinálnál velük? Most? Hát először is nem azt csináltam, amit eddig csinált. Tehát ezt a kérdést nekem ne tedd föl. Oké. Okay. Most, amikor provokálják őt és a kormányát ezek a fasisztoid képzeletű vagy. Képzeljem el magamat egy néhány másodpercig Kövér Lászlónak azzal a... Kövér László megmondta, hogy nem engedi, hogy a korona mellett hókusz-pókuszoljanak. Hát a Kövérnek egyszerű dolgot kezdve nem engedi be a házból. De a nép megválasztotta őket, viszont a hivatala ennek a hölgynek ezzel az erővel akkor kitehetné a pucér gyerekeit, a családját. Például... és bárkit. Figyelj. De azon nem botránkozna meg senki, hisz az ő gyerekei, de joga van hozzá, de kitenni a népházában. Brajer, egy ilyen szakrális szakrat? Hely azért a maga mondján, amely hely számomra elvesztette ezzel a szakralitását. Egy egymillió embert, egymillió magyar ember haláláért felelős gyilkosnak a portré a parlamentben, blaszfémia, istenkáromlás. Mindent el lehet mondani. Kövér, aki olyan, amilyen, és ebben az olyan, amilyenségében, ebben érvényes a kérdésed, nem engedem be, az pont. Ennyi, annyi ennél egyébként a magyar demokráciát de... sértő, otrombább döntést hoz, és ez se a magyar demokráciát nem sérti, és egyébként a nem, reményeim szerint a nemzetem identitásával abszolút egybevágna, ott volna, ha nem engedi be ezt a szobrot. Pont. Szerinted fizikailag meg kellett volna akadályozza? Igen, persze. Hát nem lehet átmotozni egy alelnöknek a cuccait, hogy de, mit hoz de, be, vagy de, mit nem. De. Ha meg konstatálják, most hiába húzogatod a szádat, ha meg konstatálják, hogy ott van a izé, ott van a házőrség, bemegy és kiviszi. Húha. Ha nincsen Gorbacsov, leomlik a berlini fal? Nézd, de ugye azt éppen egy kedves barát, közös barátunk hívta fel a figyelmemet, hogy egyébként a Jaltai Egyezmény még él. Ha nincsen Gorbacsov és Reagan, akkor nincs két olyan politikus, aki fölrúgja az ezen nyugvó megállapodást, és én nekem abszolút meggyőződésem a fejlemények fényében, meg annak a fényében, hogy ma már látható, ugye, hogy milyenek a viszonyok. Még jobban láthatók, hogy milyenek a bizonyi birodalmi viszonyok, lásd Oroszország. Már ezt a kérdést föl se tehetnéd nekem. Mert hogy? Miért nem? Azért, mert már régen itt egy szél fújdogálna, amelyik a nukleáris hamut fújja Európában. A magyar ugaron. Nem csak Európában. Jó. Én a Gorbacsovnak a pályafutását, főleg Zolcer interjúiból és leírásaiból, Zolcer János újságíró kollega, jó barátok voltak aztán. Leírásaiból ismerem, és bízom benne, hogy a héten még meg tudjuk őt is hívni, hogy emlékezzünk Gorbacsovra. Iszonyú nagy marhaságot fogok kérdezni, de vedd ezt úgy, hogy szeretném tudni, hogy te mit gondolsz, akkor is, ha az időnk lejárt. Vajon a mai orosz elnök, amikor hírét vette Gorbacsov halálának, akkor egy pillanatra nem gondolhatott arra, hogy ő is be akar kerülni a történelembe, hogy most egy nagy váltással, hogy másképp is lehet leállítaná a seregeit? Ja, kizárt. Ő bekerült a történelembe, hogy milyen, hogy minősül a korszak. Ezt nem tudjuk, hiszen ennek a háborúnak nincs vége, és az a helyzet, hogy én úgy látom, és úgy érzékelem, hogy tragikus lesz a vége mindenképpen, mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy hát és akkor kompromisszumot kéne kötni az oroszokkal, de
hogy a magyar értelmiség írni, olvasni tudó emberek, nem akarom sorolni. Egyszerűen annyira tájékozatlanok ebben a globális világban, hogy nem ismerik, nem tudják azt a nyilvánvaló tényt, hogy mik a birodalomnak, az orosz birodalomnak Putyin vezetésével jelenállás szerint a stratégiai célja. Ebből az következik, hogy ez a háború sokáig fog tartani, és mindaddig nem lesz vége, két módon lehet vége. Ha úgymond megkötjük a kompromisszumot, és elmegyünk, és tarkollőjük magunkat, és azt mondjuk, hogy Putyin elvtárs éljen, ez az egyik verzió. Ez nekem a másik verzió pedig az, hogy Putyin elvtárs seregei ide fognak érkezni, és nagyjából azt fogják csinálni gyerekeinkkel, anyáinkkal, nagyanyáinkkal. Ezt a verziót se szeretném, ne folytasd, mert nézőink azt hiszik, hogy ez a következő lépés. Bízunk benne, hogy nem ez a következő lépés. Rendhagyó beszélgetést hallottak Csintalan Sándorral, a volt honatjával, a gondolkozó emberrel, aki amikor a zsidó államról beszél, akkor a szabadság hazájáról is beszél. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és visszavárunk. Most előzetesek, és már is következik a büszke magyar-izraeli zsidó Szabó György. Tartsanak velünk!